Hont András a HVG rovatvezetője a vendégünk, akit a nézők már az ATV-ből is jól ismerhetnek, meg persze a cikkeiből is. Jó reggelt kívánok! Szia! Bár az viszonylag ritka, hogy futballról ír, inkább politikáról szokott, de hogy ez a kettő össze is ér, és ezért teljesen jogos a fociról beszélnünk, és önnek a fociról írnia, az abból is kiderült, hogy Orbán Viktor nemrég kiszivárgott Bibó szakkollégiumbeli háttérbeszélgetésén. Olyan magyarázatot adott arra, hogy miért ilyen fontos most politikailag a foci, hogy ez a nemzet előtt álló civilizációs kihívás. Szerinte szép személyes, kulturális feladat, hogy vissza kell helyezni magunkat arra a polcra, ahol egyszer már voltunk, a legjobbak közé. Ez most mennyire sikerül? Hát ugye mindenki tisztában van a kazah-török vész jelentőségével. Tegnap az történt, hogy Kazahsztán megverte Lettországot, és Törökország pedig legyőzte Izlandot, így a valaha volt leggyengébb selejtező csoportból Magyarország nem jutott egyeneságon ki a világbajnokságra, Európa bajnokságra. Noha az Európai Labdarúgó Szövetség gyakorlatilag magasabbra emelte az EB-n indulók létszámát, mint ahány ország Európában található. Tehát gyakorlatilag az nem jutott ki, aki kifutott a stadionból, és Magyarország. Az, hogy a kettő összeér már, mint a politika, meg a foci, ez Magyarországon évtizedek óta nem összeér, hanem egy szerves része, leágazása, megnyilvánulása, mentális kiütközése az egész közéletnek, az egész magyar életnek, ami a futballban vagy futballpályákon történik, illetve nem történik. Ami érdekes jelen pillanatban, hogy azt gondolom, hogy Orbán Viktor bármit is mond a Bibó kollégiumban, a parlamentben, diplomaták előtt, otthon, bárhol, és olyan mítikus pontokon, mint Köccse és Bálványos, igazából egyetlen egy dolog érdekli, a futball. Az egész elmúlt 5 év semmi másról nem szólt, mint hogy ő ezt tényleg komolyan gondolja, hogy neki a magyar futballal valamit kezdeni kéne, és ennek a csődjét is látható, hogy mennyire nem érti az életet, hogy az egyetlen dolog, ami őt izgatja, az sül be mindig a lehető legcsúnyábban. És azt sem veszi észre, hogy mondjuk egy ilyen alkalommal, amit előbb mondtam, már réges-régen nem az van, hogy zokog az egész ország, hiába van felnagyítva az a réteg, amelyeket ezt még komolyan veszi, hogy Feröer szigetek legyőzése az egy ugyanolyan hőskültemény, mint mondjuk a 66-os VB-n Brazília legyőzése, hanem szóval nem az van, hogy az egész országnak ez a lelki élménye, hogy a foci az mindennél fontosabb, hanem az ország fele visítva röhög. Akkor, amikor egy ilyen, hogy is mondjam, bukdácsolást lát. Mondjuk azért azt én nem merném kijelenteni, és én nem tartozom azok közé, akik különösebben követnék a futballt, hogy az ország felét nem érdekli a foci, mint olyan. Mert nagyon sokakat érdekel, azért több, mint az ország felét érdekli. De a magyar foci nem érdekli már az ország felét. Ez egy körülbelül olyan fosztóképző, mint a Fidesz-Magyar. Tehát egykori pártunk az a neve, hogy Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, és itt nem igazán értelmezhető az, hogy mi az, hogy Fidesz-Magyar. Itt csináltak egy olyan jelzőt, ami nem valóságos. Most a magyar foci az pontosan így működik. Eszterházy Péter tudna erről hosszan mesélni, hogy a szavak azok bizonyos mondatokban, vagy szóösszetételekben hogyan kezdenek el viselkedni. Ő Czakó Gábort idézte talán, amikor a szocializmusról beszélve a demokrácia kifejezést, mint fosztóképzőt mutatta. A Német Demokratikus Köztársaság, ez azt jelenti, hogy a demokrácia hiánya. Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, a demokrácia hiánya. Magyar foci, a futball hiánya. És ez önmagában nem egy szép gondolat, amit a miniszterelnök megfogalmaz, hogy nem csak a fociban, csak ez egy jó példája ennek szerinte, hanem minden olyan dologban, ahol Magyarország, a magyarok már voltak a világ élmezőnyében, arra kell törekednünk, hogy visszajussunk oda. Hátrafelé íjazás, nyereg alatti húspuhítás, és minden ilyesmi. Ami elmúlt, az elmúlt. Nem lehet folyamatosan a múltban élni, a jövőnket kéne kitalálni, teljesen alkalmatlanok azok az emberek, akik valahol a
tatabánya dorog mérkőzéssel maradtak el 72-ben, kőbányaival a kezükben, némi szotyolával a zsebükben, csepergélő esőben. Viszont ha már a jövőt említette, szerencsénk van, erről is beszélt Orbán Viktor ebben a szakkollégiumi háttérbeszélgetésben, mégpedig a saját utódlásáról, mert elmondta, hogy ő is tudja, hogy 52 évesen ezzel már foglalkozni kell, és keresi is a fiatalokat a pártban, szeretné kinyitni az ajtót a jövendő generációk előtt. Nem véletlen mondta egyébként, hogy éppen a tehetséges fiatal politikusokat támadja a legtöbbet az ellenzék, és a karaktergyilkosság is őket érinti a leginkább, de azt is elmondta, hogy mit kell tudnia szerinte Magyarország következő miniszterelnökéhez. Miniszterelnökének egyrészt bírni a karaktergyilkossági kísérleteket, másrészt nyelveket beszélni, kettőt, hármat, az egyik ebből lehetőség szerint legyen keleti. Dörzsöltnek kell lenni, ultizni kell tudni, mert ott szükség van a döntésképességre és a kombinálásra. Határterületeken kell mozogni, anélkül, hogy mély szaktudás kéne bármilyen konkrét területben, és csak a magyar, rendes magyar emberekben lehet bízni. Mit szól mindehhez? Jó. Orbán Viktor szeret ilyen magára vonatkozó, kissé mélabús megállapításokat tenni. Azt hiszem 2004-2005-ben hangzott el, tehát pedig most már jó 10 éve, hogy nincsen nekem már olyan sok hátra, mondta egy tévébeszélgetésben, az akkori köztévében. És akkor ezt megint komolyan vette a sajtó, volt egy kis vernyákolás, egy kis vízfodrozódás, majd mindenki lenyugodott. Tehát ez egy 52 éves politikus, nagyon fiatal még. Az nem foglalkoztatja az utódlás kérdése. Akkor miért beszél róla? Miért tűnik úgy, mintha például Rogán Antal és Lázár János versenyfuttatása a párton belül valamiféle utódlásról szólna? Hát irányításról szól, meg arról, hogy ki a főnök, de Orbán Viktor kiváló ilyen, nem tudom, hogy sakkjátékosnak nevezhetem, mert valószínűleg sakkozni nem tud, ezt most megtudtuk, hogy az ulti, ami ezt kiváltja, de hát ilyen emberekkel bábozni, azt nagyon, és mindig mindenből kettő van. Ha sajtós van, akkor sajtósból is kettő van, pártigazgatóból is kettő, mindig mindenből kettő van, hogy egymással versenyeztesse az embereket. Itt Orbán Viktor az én generációmról beszélt, azért fájdalmas egy kicsikét ez számomra, ugyanis ezek az emberek, Lázár János, mondjuk talán egy évvel fiatalabb, de Rogán Antal azt hiszem 3-mal idősebb, Szijjártó Péter fiatalabb, mint én. De ez körülbelül egy generáció. Na most, ha Orbán Viktor ebből a generációból ezt a 3 embert bírja megtalálni, mint a tehetséges fiatalokat, mint az én generációmból, pedig azért születtek teljesítmények Magyarországon. Na jó, hát ő valószínűleg a Fideszen belül keres. Hát, nem a HVG szerkesztőségében például. A HVG szerkesztőségében az én generáció meglehetősen alul reprezentált, mert vagy fiatalabbak, vagy idősebbek nálam az emberek jóval. De úgy általában Magyarországon azért az nagyon sok mindent elmond, hogy egy generációból mondjuk egy politikai pártba kik mennek el. Szuslág Jánosok és Szijjártó Péterek, akkor az azért mindent elmond a magyar politika üzemeltetőiről, hogy a kontraszelekciónak milyen furmányos és finom technikáit alkalmazzák, hogy hopp, pont őket találják meg. Orbán Viktor igazából azt akarta mondani, hogy ha most vele valami történne és vissza kéne húzódni, egyetlen képességgel kell bírni egy jövendőbeli miniszterelnöknek, nyalni tudnia kell még pedig neki. Mert ő változatlanul úgy gondolná, hogy abban az esetben háttérből húzogatni a szálakat. Annyit tegyek hozzá, már sokszor elmondtam, a felsoroltak közül egyébként egyedül Lázár János képességes figura. Szijjártó Péter és Rogán Antal, Lázár sem, tehát már Lázár is megbukott volna egy olyan nyílt demokráciában, ahol a sajtó, a közvélemény, meg a bárminek a szava számít. De Rogán Antal és Szijjártó Péter már réges-réges-réges-régen, nem ugye a politika közelében nem lenne, hanem szerintem ilyen periratokat nézegetnének most hosszan, és az lenne az életüknek a legfontosabb dolog, hogy azon valahogy túlevickéljenek. Most amit mondott, ez az Orbán Viktor értelmezésben része annak a folyamatos karaktergyilkosságnak, amivel a sajtó és az ellenzék és általában a rossz akarók éppen a tehetséges fiatalokat akarják tönkretenni. A sajtó azt csinálta Rogán Antal esetében például, amikor ott van a lakása, vagy a mit tudom én, villarész, akkor mindig oda ment egy újságíró, és odahányt egy kis földet, hogy magától nőjön a lakása. De még csak véletlenül sem az történik, hogy a vagyon nyilatkozatában ő írogatja mindig át a négyzetmétereket, nem, ezt a gonosz karaktergyilkosok idézik
kezdik el, hogy oda mennek, és mindig húznak a lakáson egy kicsikét, hogy nagyobb legyen, és aztán meg lehessen írni, hogy Rogán Antalnak magától nő a lakása, vagy a sajtó akasztott rá 1 millió forintba kerülő táskát, csak úgy hopp Rogán Antalra, hogy meg lehessen írni. Rogán Antal jövedelme egész egyszerűen nem jön ki bármilyen trükközéssel sem, abból, amivel legálisan el tud számolni, nem oszt jó napot. Orbán Viktor ezt a nevére vette, mindegyik a nevére veszi, és nincs következménye. Ami pedig a karaktergyilkosságot illeti, Magyarországon, akár kifele, tehát Fideszen kívül, akár befele, karaktergyilkos gépezete Orbán Viktor üzemeltetett, pontosabban nem üzemeltetett, hanem megrendelő volt, Simicska Lajos üzemeltette neki. Ha már Simicskát említi, róla is szólt ez a bizonyos beszélgetés, ez persze sokkal rövidebb idővel a konfliktus kirobbanása után volt, mint hogy most vagyunk, de azt mondta Orbán Viktor, hogy arról szól ez a szakítás, és ez nagyon nagy dolog, hogy a pártoknak nem kell már kiszolgáltatottnak lenniük, semmilyen érdekcsoportnak, csak a saját lelkiismeretük és a közjó irányítja őket. És hát van, akinek ez kevésbé tetszik, nyilván Simicska Lajos ilyen szerint. Amennyiben a magyar politikában a lelkiismeret irányítaná, az egy nagyon-nagyon rossz hír lenne, talán még a mostaninál is rosszabb, mert ez azt jelenti, hogy a teljes nihil vette át az irányítást Magyarországon fele. Én nem tartom elképzelhetőnek, hogy bármelyikük lelkiismerettel, mint olyannal rendelkezne. Egy, kettő, ez egy beismerés akkor, hogy idáig kiszolgáltatott volt. Három, én nem hiszem, hanem tudom, hogy ez nem egy Orbán Viktor által elhatározott szakítás volt, hanem részint kényszer, részint pedig Simicska Lajos kis gőzös természete szülte szakítás. Simicska Lajos szakított Orbán Viktorral, és nem Orbán Viktor Simicska Lajossal, és Orbán Viktor védelmet valószínűleg másoknál keres jelen pillanatban. Az Orbán-Simicska viszonyban soha nem Orbán Viktor volt a főnök, mert hogyha így lett volna, abban az esetben például saját miniszterét Orbán Viktor az elmúlt ciklusban nem 5 perccel a kinevezése előtt ismerte volna meg. Itt a szerző én finom utalást tett Németh Lászlónéra. Hogyan értelmezünk egyáltalán egy ilyen őszinte beszéd folyamat, ami kiszivárog ugye hónapokkal később egy szakkollégiumi háttérbeszélgetésről, nyilván nem véletlenül. Mi ezzel a célja ilyenkor a miniszterelnöknek, vagy az őt körülvevő sajtósoknak? Nem szívesen sertepertélnék Orbán Viktor jelleme körül, de neki szüksége van arra, hogy időről időre így maga számára elmondja, hogy hol tart és merre megy. Akkor is szüksége van erre, hogyha az ilyen elmondásoknak semmi köze nincsen szót kap elég rendszeresen a közrádióban ugye minden héten, és nyilván adhatna több interjút, hogyha hajlandó lenne rá. Propaganda. Ja, hát az mondjuk egy nagyon érdekes kérdés, ez sokkal fontosabb annál. Tehát a hiány mindig fontosabb, mint a kreált valóság. Ez sokkal érdekesebb kérdés, hogy valóságos interjú Orbán Viktorral miért nem készült Magyarországon legalábbis, mert külföldi lapnak adott, és ott nem tudta a kérdező személyét megválogatni, de hogy valóságos interjút nem adott 5 éve, és hogy mi, Magyarország, magyar média, magyar tömegkommunikáció nem tudtuk elérni, hogy adjon. Ez sokkal beszédesebb annál, mint amiket egyébként mond ilyenkor. Hát ez ilyen szerepjátékok. Hát én nem mit tudok mondani, tehát most a kitör Ukrajnában annak a keleti részén egy háború. 1000 kilométerre tőlünk, majd Orbán Viktor fogja magát, elmegy a magyar-ukrán határól, nincs semmi, és hőkamerával megtekint egy őzet. És a hívei szerint pedig ő a potens nemzetvezető akkor. Erre mit lehet mondani? Nem tudom. Köszönöm szépen a beszélgetést.